A Magyar Falu program 2019-ben indult el. A programot vezető Gál Gergely miniszteri biztos Sátoraljaújhelyváros polgármesterével egyeztetett a térség jövőjéről. A program célja a miniszteri biztos szerint a magyar vidék egyenrangúságának kifejezése, ugyanis mindenki számára a megfelelő életminőséget kívánja megadni a kormányzat ezzel a programmal. A Magyar Falu program az 5000 fős lélekszám alatti településekre vonatkozó támogatási rendszer, program, és ezekből a településekből országszerte több mint 2800 van. Itt Borsod megye 5-ös választókerületében, tehát ezen a környéken 95 ilyen település van, és ezek mindegyike kapott is már támogatásokat a Magyar Falu program keretében az elmúlt időszakban. A Magyar Falu program indulása óta ez több mint 6 milliárd forint támogatást jelent csak ebben a körzetben. Szamos Völgyi Péter, Sátoraljaújhelyváros polgármestere elmondta, egy-két éven belül egy turisztikailag fontos terület lesz a térségünk, ahol érdemes vállalkozásokat indítani és lehetséges a családok jövőjét tervezni, hiszen a most beinduló folyamatok tudják ezt megalapozni. Nagy örömmel fogadtuk miniszteri biztos urat, a Magyar Falu programnak a vezetőjét, abból az alkalommal, hogy hivatalosan itt Sátoraljaújhelyben, Zemplén fővárosában mostan itt először. Örülünk annak, hogy a térségben, hegyközben, bodrogközben és hegyalján a kisebb települések részesülhettek, és még részesülni is fognak ezekből a támogatásokból, hiszen azt nem lehet elképzelni, hogy egy nagyobb település, egy város fejlődik, de körülötte pedig nincs előrelépés. Hál' Istennek itt érdemes végigmenni a zempléni falvakon. Nincs olyan a hely, ahol ugyanaz lenne a helyzet, a külső megjelenés, a hangulat, mint 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Bizony-bizony egyre szebbek, egyre barátságosabbak és egyre vendégváróbbak. A miniszteri biztos kiemelte, egy sikeres támogatási programhoz nem elég a kormányzati szándék és a rendelkezésre álló tőke, hanem helyi érdekképviselet is kell hozzá. Nem elég ehhez a kormányzati szándék, hanem a helyben is kell, hogy legyenek, akik képviselik az itt élők érdekeit, mint ahogy teszi ezt itt évek óta a Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő, és az itt élőknek az érdekeit azt képviseli és segíti ezzel, hogy ezek a pályázatok itt megvalósuljanak. Én külön köszönöm Szamos Völgyi Péter polgármester úrnak, hogy ma ezekről is tudtunk beszélgetni, hiszen Sátoraljaújhely és környékének, a régiónak az arculatát meghatározzák a kis települések is, és a Sátoraljaújhely, mint ennek a régiónak az egyik központja, központi szerepet tölt be ebben, de a térség, a régiónak a fejlődését csak egyben lehet elképzelni a jövőben is. A magyar kormányzat a vidéket felemelni szeretné, hisz meggyőződése, hogy a magyar jövő elképzelhetetlen a magyar vidék nélkül, mondta Gál Gergely miniszteri biztos, ezért a Magyar Falu program tovább folytatódik majd.